A Pannon Televízió híradóvajával folytatjuk műsorunkat. Köszöntöm Önöket, Kókai Mónika vagyok. Hírműsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Ülésezett a Szerb Nemzetbiztonsági Tanács. Megtartották a KMKF plenáris ülését. Ma van a Nemzetközi Nőnap. Szombaton 16 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Ülésezett a Szerb Nemzetbiztonsági Tanács. A testületet Alekszandar Vučić szerb államfő azért hívta össze, mert a koszovói parlament tegnap szavazattöbbséggel elfogadta a Belgrád és Pristina közötti párbeszédre vonatkozó platformot. A megbeszélés után Ana Brnabić szerb kormányfő elmondta, a brüsszeli egyezmény mellőzése és a külön vámok bevezetése után ez a végső csapás a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd tekintetében. A koszovói parlament által elfogadott platform legfontosabb követelései Koszovó-Belgrád általi elismerése a jelenlegi határaival, valamint a Szerbia területi egységét garantáló 1244-es határozat hatályon kívül helyezése. Belgrád szerint az elfogadott platformmal Pristina számára véget ért a párbeszéd. Ovo usvajanje ovakve platforme od strane Prištine treći i završni udarac dijalogu između Beograda i Prištine. Ja ću vas podsjetiti, prvi udarac je bilo svakako nepoštovanje briselskog sporazuma od strane Prištine. Sad danas je, mislim, 2149 dana od kada je potpisan briselski sporazum. Priština nije uradila apsolutno ništa, ni implementirala ni jedno jedino slovo iz briselskog dijaloga. Alekszandar Vučić országjáró kampánya során szerénységben beszélt a Priština által elfogadott platformról. A szerb államfő szerint kiderült, hogy a koszovói albánok soha nem is akartak megegyezni Szerbiával. Mi nećemo da reagujemo naglo, čekat ćemo nekoliko dana ili nedelja, trezveno i na ozbiljan način donosit ćemo naše mere i naše odluke. Ali vam garantujem da će naša reakcija biti odgovorna, ozbiljna, odlučna i čvrsta. Zaštitit ćemo interese i našeg naroda i interese Srbije na Kosovu i Metohiji i to ćemo da uradimo na najpametniji način i dalje otvarajući vrata, ostavljajući vrata otvorenim za mogući dijalog u budućnosti. A koszovói parlament 61 igen szavazattal és egy tartózkodással fogadta el a platformot. Soha semmilyen ultimátumot nem fogad el Szerbia, üzente Alekszandar Vučić Pristinának az elfogadott platform kapcsán. Pristina úgy döntött, hogy ne legyen többi párbeszéd, emelte ki a szerb államfő. Sosem fogadják el Pristina feltételeit, a megegyezésre törekednek, de senki se fogja megsemmisíteni Szerbiát. Húzta alá Alekszandar Vučić Mitrovicában, országjáró körútjának mai utolsó állomásán, ahol Ana Brnabić szerb miniszterelnökkel és Igor Mirovićjal, a tartományi kormány elnökével közösen szóltak a jelenlévőkhöz. Az Európai Unió mint közvetítő nem kommentálja a párbeszédben résztvevő felek egyéni álláspontját, nyilatkozta Maja Kociancsics a Pristina által elfogadott platform kapcsán. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőinek szóvívője szerint kizárólag a párbeszéd által születhet megoldás Belgrád és Pristina között. Maja Kociancsics az Európai Unió nevében újra felszólította a pristinai vezetést, hogy vonja vissza a szerb termékekre kivetett 100%. Európa számíthat a magyarokra, amely az önazonosság megőrzése tekintetében a kontinens legtapasztaltabb nemzete. Emelte ki a közelgő európai parlamenti választásokra utalva a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának nyitó beszédében Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, Magyarország elsősorban a szomszédos országokkal igyekszik a lehető legjobb kapcsolatokat kialakítani, ebben pedig összekötő kapcsot képeznek a nemzeti közösségek, mindenek előtt a külhoni magyarság. Száz esztendő elmúltával érdemes újra gondolni az összmagyarságot érintő kérdéseket. Ezzel a gondolattal vette kezdetét az idei Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülése a budapesti Országházban.
Egy újszerű európai küzdelem folyik, mondta nyitó beszédében az ülést vezető Kövér László. A magyar országgyűlés elnöke szerint az EU parlamentje egy identitás romboló helyjé vált. A jó hír azonban, hogy ez a garnitúra a küszöbön álló választásokon leváltható és hazaküldhető. Ezáltal esélynyitható Európának és az európai embereknek, hogy ne vesztesei legyenek annak a geopolitikai küzdelemnek, amelyben az Európai Unió jelenlegi vezetői elárulták és cserbehagyták őket. A másik jó hír, tisztelt konferencia, hogy az identitásvédelmi küzdelemben Európa számíthat ránk, magyarokra, hiszen 1920 óta ebben a műfajban, hogy nem mondjam sportágban, Európa legtapasztaltabb nemzete vagyunk, ugyanis nincs még egy olyan európai nemzet, amelynek harmada egy évszázada küzd azért, hogy az ellenérdekelt erőkkel szemben megőrizhesse önazonosságát. A KMKF képviselőinek Kövér László két javaslatot terjesztett be. Az egyik szerint 2020-tól kezdve a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma minden évben fogadjon el egy közép-európai identitásjelentést. A másik pedig az volt, hogy a fórum kérje fel a Magyar Országgyűlést és a kormányt, hogy 2020-at nyilvánítsa a nemzeti összetartozás évének. Soha ennyi változás a világpolitikában és a világgazdaságban nem zajlott, mint jelenleg. Ezt már Szijjártó Péter mondta. Magyarország egy közép-európa orientált külpolitikát folytat, és az egész Kárpát-medence magyarságáért kiáll, emelte ki Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. 8-10 esztendővel ezelőtt szinte minden szomszédunkkal rosszban voltunk. Emlékezzünk arra, hogy milyen volt a magyar-szerb viszony, milyen volt a magyar-román viszony, hogy a magyar köztársasági elnök nem tudott átmenni Felvidékre, mert nem engedték a szlovák hatóságok. Ma ehhez képest teljesen más a helyzet. A történelmi kiegyezés történt a Szerbiával, a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatrendszer soha nem volt olyan jó, mint jelenleg, és Magyarország és Románia között is megindultunk egy pragmatikus együttműködésnek az ösvényén, a kölcsönös előnyök alapján. Az elmúlt 10 év alatt 61%-kal nőtt Magyarország kereskedelmi forgalma a szomszédos országokkal, ez évi 30 milliárd eurót tesz ki. A magyar kormány által támogatott gazdaságfejlesztési programok által 37 ezer kárpát-medencei kis- és középvállalkozást és mezőgazdasági termelőt segítettek. Ezek a programok folytatódnak. Vajdaságban például idén 1,5 milliárd forinttal támogatják a falusi házak vásárlását és a turizmus fejlesztését. A Szerbia és Magyarország közötti újabb határátkelő helyek megnyitásáról is tárgyaltak a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülésén Budapesten. A szerbiai magyarság helyzetét példaértékűnek nevezték. A képviselők kiemelték, Magyarország és Szerbia együttműködése világosan mutatja, hogyha mindkét oldal kész a kompromisszumra a nehéz történelmi kérdések megoldásában, akkor egy élhetőbb és boldogabb Kárpát-medence jöhet létre. Az, hogy a nemzeti közösségek összekötő kapcsot képeznek a szomszédos országokkal, a mi esetünkben nem csak egy frázis, mondta Pásztor Bálint. A Szerbia és Magyarország között fennálló viszony legnagyobb haszonélvezői a vajdasági magyarok, tette hozzá a VMS-DCP köztársasági parlamenti frakcióvezetője a KMKF budapesti plenáris ülésén. Akár a határátkelőkről, akár a kisebbségi jogvédelemről, akár a gazdaságfejlesztési programról van szó, mindez nem lenne lehetséges két föltétel nélkül, az egyik az erős magyar érdekképviselet otthon Vajdaságban, a másik pedig a két ország közötti kitűnő kapcsolat, úgyhogy így van, ahogy miniszter úr mondta. A tervek szerint meggyorsítják a Magyarország és Szerbia közötti új határátkelő megnyitását Rábé és Kübekháza között, amelyet várhatóan a nyár végéig átadnak rendeltetésének, hangzott el a konferencián. Hajnal Jenő mindenek előtt azt tartja nagy előrelépésnek, hogy az anyaországi választásokon már a külhoni magyar állampolgárok is véleményt nyilváníthatnak. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, fontos, hogy az európai parlamenti választásokon is minél több vajdasági kettős állampolgár szavazzon. Egy kisebbségi önkormányzatnak nagyon oda kell figyelni, hogy mi történik az anyaországban, mi történik a nagyvilágban, és mi történik a saját szülőföldjén. Én úgy gondolom, hogy ezek a választások meghatározóak voltak és meghatározóak lesznek, és nekünk, mint kisebbségi önkormányzatnak mindent meg kell tenni azért, hogy a kisebbségi jogok érvényesítése olyan szintre kerüljön,
az Európai Unióban is, amelyek nem csak elvárásként kellenek, hogy megfogalmazódjanak a jövőben, egy biztonságot is jelentsenek valamennyiünk számára. Deli Andor a Fidesz-KDNP vajdasági származású európai parlamenti képviselője is felhívta a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarokat, hogy vegyenek részt a választáson, mert a magyarság identitásának megőrzése a tét. Szerintem nagyon fontos az, hogy végre változás történjen az európai szintéren, és a Fidesz-KDNP nemzeti listája erről szól, és erről szól az a jelölt lista is, amit már láttunk 2014-ben, illetve amelynek a folytatását reményeink szerint a választók is honorálni fogják, és ugyanúgy folytathatjuk azt a munkát, amit az össznemzeti politizálásban eddig meg tudtunk valósítani. Nagyon sok kisebbségi vonatkozású kérdés eldöntése és kidolgozása vár az elkövetkező évekre, hogy a kárpát-medencei magyarság erős tudjon maradni, tette hozzá Deli Andor. A KMKF kiemelten fontosnak tartja az összmagyar érdekképviselet közös biztosítását az Európai Parlamentben. Céljuk, hogy egy erős kárpát-medencei magyar képviselettel állhassunk ki a magyar nemzet számára fontos ügyekért. A KMKF különösen szorgalmazza a külhoni magyar közösségek tagjainak minél szélesebb körű mozgósítását, áll a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma állásfoglalásában. Az állásfoglalás szerint egy erős kárpát-medencei EP képviselet napirenden tudja tartani Brüsszelben a kárpát-medencei magyar közösségek számára fontos témákat. A KMKF egyöntetű támogatásáról biztosítja a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, a Minority Safe Pack elnevezésű európai polgári kezdeményezést, amely a nemzeti kisebbségek védelme Európai Uniós keretének megteremtését kívánja elősegíteni. A KMKF javasolja, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége függvényében folytassa a nemzetrészek gazdaságfejlesztési elképzeléseinek támogatását, megfelelő hangsúlyt adva a magyar nyelvtudás és nyelvhasználat gazdasági felértékelésének. Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselője azt mondta, az állásfoglalásban fontos helyet kapott a sport és az óvodafejlesztés is. Illetve persze az európai parlamenti választások fontossága, a nemzetet szolgáló képviselők fogalma, valamint külön kitérnek az egyes nemzetrészekre való elemekre, és mivel ma, tehát az ülés kezdetén házelnök úrnak két javaslata volt, ez is az ülés végén bekerült az állásfoglalásba, konkrétan, hogy a jövő évet a nemzeti összetartozás évévé nyilvánítsák, illetve, hogy az állandó bizottság, tehát foglaljon egy olyan állást, hogy a jövő évtől, tehát 2020-tól minden alkalommal, amikor így márciusban ülésezünk, jelentés készüljön a különböző nemzetrészek helyzetéről, jogi, szociológiai és politikai szempontból. Az állásfoglalásban üdvözlik, hogy a csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitásának eredményeként Szerbia folytatja jogszabályainak összehangolását az Európai Unió értékeivel és normáival. Bíznak abban, hogy júniusban további fejezetek nyílnak meg. Sürgetik a jogállam intézményeinek megszilárdítását és a joguralma elvének megvalósulását, valamint az emberi és azon belül a kisebbségi jogok érvényre juttatását és bővítését. Elismeréssel állapítják meg, hogy a vajdasági magyar közösség kiemelkedő sikerességgel valósítja meg a Magyarország kormánya által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési programot. Elismeréssel állapítják meg azt is, hogy a Szerbia és Magyarország közötti folyamatos kétoldalú kormányközi tárgyalások rendszere egyedülálló példája a jó szomszédi viszonyoknak és együttműködésnek. Az állásfoglalás szerint a vajdasági magyar közösség és a VMS megkerülhetetlen része ennek a kapcsolatrendszernek, amelyben aktív szerepet tölt be. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. 38 vajdasági diák részesült támogatásban idén az Ady Endre ösztöndíj pályázatnak köszönhetően. Hamarabb térnek vissza Európába és Kanadába a költöző madarak az éghajlatváltozás hatására.
Ma is tüntettek Szabadkán, az 1 az 5 millióból elnevezésű tiltakozás, ahogyan eddig is a Jadran épület előtt kezdődött. A mai megmozdulást a nőknek ajánlották a szervezők, elmondták, azokért a nőkért sétálnak, akik még mindig alárendelt szerepet töltenek be. A tüntetésen Szregyen Skóró újságíró és Ruzsica Matkovics földműves szólalt fel, aki a mezőgazdasági termelők problémáira hívta fel a figyelmet, arra, hogy a kistermelők különösen nehéz helyzetben vannak a magas járólékok miatt. Ezt követően sétára indultak a demonstrálók, most egy kicsivel módosult útvonalon. A megmozdulás most is a Szabadság térnél ért véget. Alig múlt el a Farsangi Láz Székelykevén, az óvodában már is következett egy újabb ünneplésre méltó alkalom, a nők napja. Volt nagy készülődés, festés, vágás, ragasztás, hogy mire eljön a nagy nap, mindenki készen álljon. A gyerekek beleadtak anyait, apait, hogy kedveskedjenek az anyukáknak. Verseket mondtak, táncoltak, énekeltek, majd átadták az ajándékokat, amiket készítettek. Ezt követően az anyukákkal együtt közös foglalkozáson vettek részt. Szerintem a mai világban ez szükséges, mindannyian rohanunk, és sokszor sajnos kevés időnk jut a gyerekekkel kézműveskedni, úgyhogy nagyon fontos, köszönjük ezt is. Magam felmosok kapódba, és neked kötök a mezővilágot csokot. A kicsik már hetekkel azelőtt megkezdték a felkészülést, lelkesen gyakoroltak és próbáltak a fellépésre. Szerveztünk ünnepi műsort, és utána ezt a műsort egy kézműves foglalkozás követte, amiben a szülők és a gyerekek egyaránt díszítettek poharat, bármilyen kelléket lehetett használni, és aztán otthon örökre megmarad ez a családnak egy dísz. Igazi ünnepnap volt ez, tette hozzá az óvónő. 38 tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű vajdasági diák részesült támogatásban idén az Ady Endre ösztöndíj pályázatnak köszönhetően. A nyertes tanulók egyszeri 100 000 forintos támogatást kapnak. A program a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Nemzeti Tehetségprogram keretében valósul meg. A szerződéseket ma írták alá Szabadkán. Tehetséges diákokkal telt meg a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács székháza Szabadkán. Az Ady Endre ösztöndíj pályázat egyik nyertese, Weber Amarilla a gimnázium elvégzése után magyar nyelv és irodalom szakon folytatná tanulmányait. Nagyon örültem az ösztöndíjnak, és nagyon hálás vagyok. Ugye Zentai gimnáziumba járok, mivel hogy mindenképpen szeretnék tovább tanulni. Tanulmányaimat valószínűleg külföldön folytatnám, és magyar nyelvvel kapcsolatban szeretném, tehát irodalom és a magyar nyelvvel kapcsolatos téren. Az ösztöndíj pályázat a Magyar Emberi Erőforrások Minisztérium által támogatott Nemzeti Tehetségprogram részeként valósult meg. A program lebonyolítója a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács volt. Az Ady ösztöndíj a szociálisan érintett, de kimagasló tehetséges diákokat támogatja. Ennek is van egy rendszere, ami azt jelenti, hogy egyrészt pontozásra kerül a szociális érintettség, másrészt pedig a diákok tanulmány eredménye és a versenyeken elért eredménye alapján szintén erről az oldalról is érkezik egy bizonyos pontszám. A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács alelnöke hozzátette, a tervek szerint a jövőben is meghirdetik majd a sikeresen működő Ady Endre ösztöndíj pályázatot. Nagy volt az érdeklődés Fischer Ilona két könyvének bemutatóján Magyar Kanizsán. A szerző Oromparton született 1947-ben. Az Évek és emlékek, valamint az Oromparti Csoda gyerekek című elbeszélés kötetei ezen időszak emlékein alapulnak. Szövegeiben humorral átszőve mesél gyermekkoráról és a tanyasi életről. Hát az ötlet az még volt már régen, de legjobban azt hozta elő, hogy az öcsémnek itt jöttek a kisunokák egyik a másik után, már most van neki 8 unokája, és hogy láttam, hogy nőnek a gyerekek, akkor nagyon-nagyon visszaemlékeztetett a gyerekkoromra. És akkor gyerekkoromból jutott eszembe nagyon sok minden, ami ma már nem létezik. És ez adta az ötletet, hogy írjak, hogy leírjam a mai gyerekeknek, hogy milyen volt akkor az élet.
Medvehájából készült kenőcs, tigrisbőr, elefántagyar, kitömött állatok. Ezeket láthatták a Palicsi Állatkert konferencia termébe látogató kisiskolások. Az egy hétig tartó rendezvény sorozatot a Washingtoni Egyezmény alkalmából szervezték meg. Pénteken délelőtt a Szabadkai Kizur István általános iskola alsósai vettek részt a Palicsi Állatkert ismeretterjesztő előadásán. Másának a vidra tetszett a legjobban. A természetben megtartott előadások hasznosak a gyerekeknek, véli Jován Radojkovics tanító. Mnogo nam više odgovara ova ambientalna nastava i kontakt sa prirodom, ne samo zoološki vrt u okviru čuvara prirode i sveta oko nas i prirode i društva, nego i kao korelacija sa nekim drugim predmetima. A környezetvédelmi előadásokat a CITES, vagyis a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény világnapja alkalmából szervezték meg. Bebírunk nekük mutatni olyan tárgyakat, olyan állatokból készült tárgyakat, amiért valójában ezek az állatok veszélyeztetve vannak, hogy vadásszák őket, vagy vadon befogják, vagy bármi más. És akkor egy kicsikét erre fölhívni a figyelmet, másrészt fölhívni egy kicsikét erre az egyezményre, hogy azért, ha még valamit valahol megveszünk, az nem jelenti azt, hogy csak úgy átbírjuk vinni a határon, ugye ez erre pláne egy nagyon érdekes téma, mert hát meg kell, hogy legyen rá a nyomtatott forma, az igazolások. Az egyhetes előadás sorozaton több mint 500 szabadkai alsós vehetett részt. Az oktatást a Palicsi Állatkert és a Tartományi Természetvédelmi Intézet közösen szervezte. A vakve edukatívne radionice veoma su važne, pogotovo kod najmlađih populacija, jer vi tada možete da utičete i da njima objasnite važnost očuvanja prirode i zaštite prirode. Az állatok élőhelyeinek visszaszorulása mellett az orvadászat is nagy szerepet játszik abban, hogy egyes fajokat a kihalás veszélyezteti. Az oroszlán populáció 41%-ra esett vissza 20 év alatt. A keskenyszájú orrszarvú állománya pedig 1960 óta több mint 97%-kal csökkent. Azonban nem kell Afrikáig utaznunk, mivel közvetlen környezetünkben is több veszélyeztetett faj él. Szombaton 16 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, néhol akár enyhe zápor is előfordulhat. Vasárnap főként felhős idő vár ránk, eső nem valószínű. Hétfőtől viszont már csökkenni fog a hőmérséklet, a hét többi napján pedig esőre is számíthatunk. Egy friss tanulmány alapján hamarabb térnek vissza Európába és Kanadába a költöző madarak az éghajlatváltozás hatására, számol be az MTI. A Helsinki Egyetem szakértői szerint az állatok átlagosan egy héttel előbb érkeznek meg, mint fél évszázaddal ezelőtt. A felmelegedéssel párhuzamosan a vándorlási időtartam is megnövekedett. A vizsgálatban a kutatók 21 észak-európai és kanadai madár megfigyelő állomás mintegy 195 fajtól begyűjtött adatait elemezték. Egyes fajoknál a változások különösen látványosak. Az énekes hattyúk például két héttel korábban érkeznek Finnországba, mint az 1980-as években. Kihaltnak hit állat tűnt fel Tajvanon. A tajvani kötfoltos párduc, a kötfoltos leopárd egy 1983 óta kihaltnak hit alfaja. A ragadozó egy igazi rejtély, bár a feljegyzések alapján a szőrméjével már a 13. században is kereskedtek a tajvani őslakosok, csupán egy nem őslakosról tudni, aki élve látta az alfajt. Egy japán antropológus 1900-ban találkozott egy példánnyal, amikor a helyi közösségeknél folytatott vizsgálatot. Egy 1986-os kutatás során kiderült, hogy az őslakosok 1983 óta nem látták a tajvani kötfoltos leopárdot. Ezt követően több expedíció is indult az alfaj felkeresésére, de miután ezek sikertelenek voltak, 2013-ban kihaltnak nyilvánították az állatot. Az elmúlt hónapokban azonban több észlelésről is beszámoltak. A topolyai TSC következő ellenfele idegenben a Csácsaki Bórac lesz. A bácskai labdarúgó csapat szakvezetése bizakodó, de szerintük a ligában nincs könnyű ellenfél. A mérkőzés vasárnap 15 órakor lesz. Nagyon jó sorozat van mögöttünk, és előttünk pedig egy olyan mérkőzés, amelyen a
A hazai csapat valószínűleg mindent meg fog tenni, hogy pontot, illetve pontokat szerezzen, hogy ezzel bent tudjon maradni a ligában. Nem szabad őket lebecsülni, mert az elmúlt két mérkőzésen, két fordulóban valójában látunk olyan eredményeket, amikor a favoritok igenis veszítették mérkőzésüket, és ezzel nem tudnak annyira lépést tartani velünk, akik ott vagyunk fönt az élbolyba. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Ülésezett a Szerb Nemzetbiztonsági Tanács. Megtartották a KMKF plenáris ülését. Ma van a Nemzetközi Nőnap. Szombaton 16 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Köszönjük figyelmüket! Még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Presszóban szó lesz a magyarra hangolva dalszöveg fordító versenyről is. A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorokkal várják a hallgatókat. Most pedig portréfilmeket láthatnak itt a Pannon Televízió műsorán. Maradjanak velünk a folytatásban is. További szép estét, a viszontlátásra!